Agócz Sándor tárogató játékával vette kezdetét az idei, negyedik alkalommal megrendezett vártisztító hadjárat Ajnácskön. Ádám Sándor, a Csereshegység Tájvédelmi Körzet természetvédelmi őre 2015-ben határozta el, hogy mindenáron, akár önköltséges formában is, de megtisztítja, vagy legalábbis megpróbálja megtisztítani a Várhegyet a megszálló invazív fajok ellen. Első alkalommal 5-en fogtak neki a Várhegy pucolásához, azonban ma már több tucatnyian csatlakoznak a kezdeményezéshez. Ennek a rendezvénynek 3 alapötlete volt. Az első alapötlet az, hogy a biotópust megtisztítsuk, megmeneküljenek az özönnövényektől azok a életterek, azok a fajok, amik veszélyeztetettek, amik itten, ami miatt ez a terület rezervátum. A másik fontos dolog a közösségnek a összekovácsolása, az, hogy ajnácskőiek vegyenek részt ezen a vártisztító hadjáraton, ami idén már a 4. alkalommal van. Tehát a legfontosabb egy falu életében az, hogy az emberek egy közösségbe éljenek, szeressék egymást, és hogy büszkék legyenek erre a természeti értékre, erre a geocsodára, ami Európa és világ viszonylatban is egyedülálló. 3 év alatt mintegy 2 hektárnyi területet tisztítottak ki. Az idén ennek a karbantartására helyezték a hangsúlyt, de ha szaporodik az önkéntesek száma a jövőben, akkor ennek a területnek a kétszeresét is megtisztítanák. Az előző munkálatok során sikerült a középső várudvart megszabadítani a hódítóktól, és 80 méter várfalat 40 év után láthatóvá tenni. A védett sziklai társulások, gyepek már felszabadultak és új életteret kaptak. Ádám Sándor kezdeményezéséhez ma már nem csak ajnácskőiek vagy a közvetlen környezetéből csatlakoznak önkéntesek, de többen akár a szomszédos Magyarországról is érkeznek. A közösségi média az már lehetőséget biztosít, hogy nyomon kövessük nem csak a közvetlen közelünkben lévő eseményeket, hanem egy kicsit távolabbi eseményeket is. Én is ezen keresztül értesültem erről az eseményről. És hát ha a Gömörhöz nincs is sok közöm, de a szomszédos vármegyéhez, Nógrádhoz igen, onnan származom, úgyhogy megtetszett ez az ötlet, és ez a kezdeményezés az, hogy itt a helyi magyarság fontosnak tartja a hagyományápolást, a környezetének a megóvását és megőrzését. Ilyen szervezet, mint amit Ádám Sándor is létrehozott most, és próbálja felélénkíteni a turizmust itt Ajnácskőbe. Muszáj, hogy összetartsunk, muszáj, hogy az emberek lássák azt, hogy itt Ajnácskőbe van élet, mert csak akkor tud egy falu működni, hogyha a szervezetek működtetik a falun belül azt a életet. Hosszú engedélyeztetési folyamat után sikerült elérni, hogy a rezervátumban tisztítást lehessen végezni. Szlovákiában ez az egyetlen ilyen rezervátum, ahol engedélyezték ezen munkálatokat. Az ajnácskői várhegy egy geocsoda, mely középkori erősség maradványait igencsak elkoptatták az eltelt évszázadok. A legtöbb helyen csupasz szikláig lepusztult és nyomtalanul eltűnt. Az ajnácskői várhegy természetvédelmi rezervátumra büszkék lehetünk, de nem szabad magára hagynunk. Vallja Ádám Sándor, természetvédelmi őr.